Jó reggelt kívánok, 8 óra van ez a híradó, az M1-en vagyok. Ukrajnában tovább nőtt a tegnapi rakéta támadások áldozatainak a száma, 14-en haltak meg és csak nem százan megsebesültek, közölte az ukrán katasztrófa védelem. Az ukrán országos rendőrség szóvívője elmondta, a fővároson Kieven kívül 14 megyét, azaz csak nem az ország felét rakétatámadás támadás érte. 8 megyében és a fővárosban 11 létfontosságú infrastruktúrális létesítmény rongálódott meg, emiatt egyes régiókban megszakadt az áramellátás. Az Egyesült Államok további fejlett légvédelmi rendszereket szállít Ukrajnának, mondta az amerikai elnök, amikor telefonon beszélt az ukrán államfővel a hétfői orosz rakétatámadásokat követően. A Fehérház közleménye szerint Joe Biden megismételte, hogy elítéli az orosz rakéta támadásokat Ukrajna területén. Az amerikai elnök nem sokkal a telefonhívás előtt kiadott közleményben közölte, hogy az újabb orosz támadások tovább erősítik az Egyesült Államok elkötelezettségét, hogy mindvégig kiálljon Ukrajna polgárai mellett. Most már mindenki láthatja, hogy a helyzet egyre súlyosabb, a háború egyre inkább eszkalálódik, így a világa 25. órában van, hogy végre tegyen valamit a béke érdekében. Ezt mondta az ukrajnai légicsapás után a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a Kijevi Magyar Nagykövetség épségben van, nem érte találat, és a munkatársai is jól vannak. Hozzátette, a nagykövetség továbbra is üzemel, így ha valaki bajba kerül, tudott jelentkezni. Ezek az eskalációs események az elmúlt órákból azt hiszem, hogy kellőképpen bizonyítják azt, hogy most már minél előbb és minél inkább a béketeremtésre kellene koncentrálni, hogyha a béketörekvések nem veszik át az eszkalációs törekvések helyét, akkor itt nagyon nagy baj is lehet. Azonnali tűzszünetre van szükség, és azonnal béketárgyalásokat kell folytatni. Aki velünk együttműködik, az jól jár, szögezte le Orbán Viktor Berlinben a magyar-német gazdasági kapcsolatokról rendezett fórumon. A miniszterelnök arról beszélt, a következő időszakban politikai biztonságra, energiabiztonságra és fizikai biztonságra is szükség van. Ezek pedig megvannak Magyarországon. Energiárak, az orosz-német-európai-orosz együttműködés teljes szétverése. Van sok dolog, ami miatt ez a recesszió, úgy látom, hogy a horizonton fölbukkan. És az a kérdés a magyarok számára, hogy ha lesz egy európai szintű globális recesszió, és mi ugyanazon a piacon vagyunk, akkor képesek vagyunk-e egy lokális kivételt előállítani? Hogyan lehet kimaradni a recesszióból, és föntartani a gazdasági növekedést? Ez a nagy, egymillió dolláros kérdés a magyar politika számára. Továbbra is Magyarországnak kell biztosítani a legversenyképesebb beruházási környezetet Európában, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a berlini német magyar gazdasági fórumon. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a kormány célja továbbra is, hogy megőrize az Európa szerte legversenyképesebb beruházási feltételeket. Ezért változatlanul elutasítja a globális vállalati minimumadó tervét. Barko Balázs számos korábbi nyilatkozatában utalta arra, hogy támogatja a gender ideológiát, nem létező problémának tekinti az illegális migrációt és támadta a hazai katolikus egyházat, hívta fel a figyelmet az Origó. A hírportál összeállítása a Soros György féle nyílt társadalom hívének nevezi Gyurcsány Ferenc pártjának oktatási és kulturális árnyék miniszterét. Az biztos, és ezt szintén említette Klára, hogy... A tőzsdespekuláns spekuláns Soros György által hirdetett nyílt társadalom híve Gyurcsányék árnyékkormányának oktatási és kulturális árnyékminisztere számolt be róla az Origo hétfői összeállításában. Az internetes lap arra emlékeztet, Barkóci Balás egy tavaly novemberi tévéműsorban az alaptörvényt támadta. Többek között arról beszélt, nála már azon a ponton borul az alkotmányosság, amit a törvény szövege férfi és nő kapcsolatáról, az egynemű párok örökbefogadásáról, vagy az egyedülálló szülők örökbefogadásáról mond. Egy ugyancsak tavaly szeptember végi Facebook bejegyzésében pedig a hazai katolikus egyházat próbálta kioktatni kereszténységből. Példaként azt írta, büszkén lenga Black Lives Matter mozgalom zászlaja és a szivárványos lobogó Montpellier unitárius templomán, ahogy a katolikus kápolna bejárata is a szivárvány színeiben pompázik. Az origó azt is felidézte, amikor a dékás politikus senki által nem látottaknak nevezte a migránsokat, és bagatelizálta az LMBTQ propaganda gyermekekre leselkedő veszélyeit a rezsicsökkentés már akkor is egy hazugság volt, legalábbis abban a formájában, ahogy ez Magyarországon megvalósult. De hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést is Gyurcsány Ferenc feleségének oktatási és kulturális árnyékminisztere. Az Origo egy másik összeállításában az áll, a 2009-ben még mszp önkormányzati képviselőként jogerősen garázdaság miatt elítélt Barkóci Balázs már a demokratikus koalíció szóvivőjeként és parlamenti képviselőjeként támadta a rezsicsökkentést. Tőlünk követelnek magyarázatot. A cikk szerzője emlékeztet arra is, a világjárvány idején Facebook videójában támadta a kormányt, a DK korábbi szóvivője, amiért 36 milliárd forinttal támogatta a határon túli magyarokat. A portál hozzáteszi emlékezetes, hogy a csak nem 18 évben Ezelőtt, december 5-én rendezett népszavazás előtt olyan hazugságokkal riogatták a választókat, hogy a határon túli magyaroknak nyújtandó állampolgárság minden családnak havi 20 ezer forintjába kerülne, és sokan elveszítenék a munkahelyüket. A közmédia továbbra sem enged semmiféle politikai nyomásgyakorlásnak, kitart az alaptörvény, a médiatörvény és a sajtó működését szabályozó valamennyi jogszabály betartása mellett. Ezt az MTV-a szögezte le arra reagálva, hogy hatháziákos független parlamenti képviselő sátrat tervez verni a közmédia gyártóbázisa elé. A parlamenti eskütétel előtt a közmédia gyártóbázisa előjelentkezett közösségi oldalán hatházi Ákos független képviselő. Én a parlamentben csak a legszükségesebb esetbe fogok bejárni. A baloldali összefogás politikusa, aki az országgyűlés alakuló ülését szándékosan hagyta ki, ezúttal is leszögezte, hogy nem akar részt venni képviselői munkában. Korábban pedig azt is elismerte, csak azért tesz majd esküt, hogy megkapja a képviselői fizetést és az egyéb juttatásokat. Ezek a felvételek 2018. decemberében készültek az MTV a Kunigunda útjai székházánál, miközben az épület előtt demonstrálók majdnem felgyújtottak egy rendőrt. Baloldali országgyűlési képviselők egy csoportja a stúdiókba akart bemenni. A politikusok a titulusokra hivatkozva próbáltak meg beavatkozni a műsor folyam szerkesztésébe. Akkor megkeressük a, Akkor megkeressük a ne Képviselő, Jó, itt, Nem ámódó. itt, itt hagyj fel a figyelmét. Megkeressük a Ettől kezdve ez a rendetetésszerű működésnek a megzavarás. Végül az alkotmánybíróság kimondta, a közmédia kiegyensúlyozottan tájékoztatott. A testület egyhangulag utasította el az MSZP panaszát. Hatházi Ákos ismét támadni készül, amikor a következő két hétben sátrat kíván verni a magyar közmédia gyártóbázisa elé. Az MTV a közleménye úgy fogalmaz, ismerve Hatházi Ákos eddigi tevékenységét, joggal feltételezhető, hogy ismételten a törvények megkerülésével, Akár erőszakos úton is kísérletet tesz a gyártóbázisra történő behatolásra. A közlemény felhívja a figyelmet arra is, hogy a 2022. április harmadikai választásoktól 2022. augusztus 31-ig 2700 alkalommal kaptak meghívást a baloldali és más ellenzéki pártok képviselői a közmédia adásaiba. Ezekből összesen 67 alkalommal fogadták el a meghívást, 2546 esetben nem is válaszoltak a megkeresésre. Az MTVA leszögezi: A közmédia továbbra sem enged semmiféle politikai nyomásgyakorlásnak, kitart az alaktörvény, a médiatörvény és a sajtó működését szabályozó valamennyi jogszabály betartása mellett. Újabb járványhullámtól tartanak a szakértők itthon. Az ELTE természetudományi karának dékánya a közmédiában hangsúlyozta. A vakcina most különösen fontos, hiszen az omikron és annak alvariánsai jóval fertőzőbbek, mint a korábbi vírustörzsek. Kacskovics Imre hozzátette, a külföldi példák is azt mutatják, hogy az oltatlanok közül még mindig sokan kerülnek súlyos állapotban kórházba, ezért fontos, hogy aki eddig még nem tette, kérje az oltást. Ismét kitört a világ egyik legaktívabb vulkánja, a térén tengerben található stromboli tűzhányó. A vulkán 1932 óta aktív, és általában csak füstöt és hamut lövel ki magából. A nagyobb kitörések azonban olyanok, mint a mostani, már komoly érdeklődésre tesznek szert. A tűzhányóból láva folyik a tengerbe, ami kisebb cunamit idézett elő Szicília partjainál.